Bár még nincs influenza járvány, az általunk megkérdezett szakember azt tanácsolja, minden esetben keressék fel a betegek a házi orvost, ugyanis influenza-szerű tüneteket számos egyéb kórokozó is okozhat. Szerencsére egyenlőre influenza-szerű megbetegedéssel még nem jelentkeztek nálunk a praxisban, sem gyerekek, sem felnőttek. A jellegzetes tünetek ugye általában a magas láz, torokfájás, gyengeség, levertség, illetve fejfájás, izomizületi fájdalmak. Az előrejelzések szerint várhatóan egy-két hétig még biztos nem lesz járvány, tette hozzá a házi orvos, de utána már elkezdődhet az influenza szezon. A védőoltás beadatása éppen ezért még most sem késő, a védettség kialakulásához ugyanis körülbelül 10-14 nap szükséges. Az oltás nem kötelező, de bizonyos rizikócsoportok tagjainak javasolt. Az oltás gyakorlatilag mindenkinek javasolt, de különösen azokra igaz ez, akik 60 év feletti van valamilyen krónikus betegségük, tehát ilyen krónikus légzőszervi megbetegedés, szívérendszeri betegség olyanoknak, akik egészségügyben dolgoznak, vagy állattartással foglalkoznak, és akik ebbe a kategóriába tartoznak, azok számára ingyenes is az oltás. Bár a védőaltást úgy fejlesztik ki, hogy az adott évben várható kórokozók ellen hatásosak legyenek, más betegségektől bárki megfertőződhet. Ezért az influenzás időszakban fontos jobban ügyelni a és szabályok betartására, valamint vitaminokkal erősíteni az immunrendszert.